Egyenesen a kerékpártárolóból, néhány hónapos, eseménytelen téli álmából érkezik a kerékpár egy jól felszerelt szakszervízbe. Bár optimális esetben csak a port kellene letörölni a bringáról, ha a szezon végén nem átvizsgált állapotban lett elrakva, az első hosszabb út előtt nem árt minden apró hibát kijavítani rajta. És a lámpája az nem világít. És nem csak azért, mert nincs benne elem. Hanem mert másba is van. Igen. Ez hát az, amiről tudok. Fixem. Jó. Akkor így 6 év távlatában csinálunk egy nagyobb átvilágítást. És hogyha bármilyen probléma, az most kiderül, de nyilván amikor szét van szedve, akkor jobban rálátom majd a dolgokra, és hogyha bármi van, akkor majd jelentkezek telefonon. A hosszabb ideig nem használt, szakszerűen tárolt, azaz nedvességmentes és időjárástól óvott helyen tartott bringákat is érdemes átnézetni. Egy évben egyszerre egy nagy generál nem árt. Ugyanúgy, mint az autókra is igaz, ez is egy műszaki eszköz, ezt is időközönként karban kell tartani. Ez az egyéves intervallum az ajánlott a részünkről. Időközönként a kerékpárokat szétszedjük, teljesen átvilágítjuk a csapágyazását, a forgómozgó alkatrészét kipucoljuk, újra zsírozzuk, megtisztítjuk és újra beállítjuk és összerakjuk. A legtöbb probléma hát a szennyezettség okozza. Szabolcsban élünk, helyi viszonylatokat tekintve a por, a szennyeződés jelen van mindenhol. Ez kihat a kerékpároknak a kopására, és időközönként emiatt kell ez a szétszedéses megtakarítás. Alapvetően otthon is ellenőrizhető a váltó, a fékek, a kerekek és a gumik. Ha bárhol nagy hibát látunk, érdemes szakemberhez vinni a két kerekűt, de időnként egyébként sem árt, ha darabjaira van szedve a bicikli, így akár rejtett hibák is előkerülhetnek, és akár komolyabb állapotromlás vagy baleset is megelőzhető. Állóhelyben is el tud öregedni bizonyos alkatrészcsoport, például a gumi és műanyag alkatrészek, ezek időközönként cserére szorulnak, és úgymond az állás is tönkre tudja tenni ezeket a dolgokat. Nem csak a váltót, érdemes a lánc nyúlását is megvizsgálni. Egy megnyúlt lánc koptatja a fogaskerekeket. Használattól és minőségtől függően egy lánc körülbelül 2-5000 kilométert bír, és általában hátsó fogaskoszorúval együtt kell cserélni. Mielőtt első hosszú útjára indul a bringa, ellenőrizni kell, hogy minden kötelező felszerelés megvan-e rajta, amit a Kressz előír. Érdemes először rövidebb távot tekerni. Ha néhány kilométer után tapasztalható térd, nyak vagy hátfájás, az nem biztos, hogy szervi problémát jelent. Lehet, hogy valami nincs megfelelően beállítva, vagy nem helyes a bicikli mérete.